Sziasztok, én Varga Gábor vagyok. Ebben a videóban a lineáris algebra keretein téma körén belül a négyzetes mátrixok LU felbontásáról tanulhattok. Mint ahogy az előző videóimban is, a tanuláshoz a Microsoft Office Excel alkalmazást hívtam segítségül olyan műveletek elvégzésére, mint két mátrix összeszorzása, vagy egy mátrix inverzének a meghatározása. Azzal, hogy ezen műveletek elvégzését egy szoftverre bízzuk, jobban tudunk összpontosítani magának az LU felbontásnak a folyamatára. Ezen videó során fontos fogalmakkal ismerkedünk meg, tartsatok velem! Induljunk ki egy A-val jelölt 3x3 dimenziós mátrixból. Itt a bal oldalon látjátok ezt a mátrixot, elemei 4, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 4. Elemi sorműveletekkel hozzuk ezt a mátrixot lépcsős alakra. Az elemi sorműveleteket elemi mátrixok szorzatával fogjuk elvégezni. Mi az az elemi mátrix? olyan egységmátrixból létrehozott mátrix, amin egyetlen elemi sorműveletet hajtottunk végre. Induljunk el az A mátrix első oszlopának a megváltoztatásával. A szürke háttérszínnel jelölt értéket szeretnénk nullára változtatni, ehhez az egységmátrix piros háttérrel jelölt értékét változtatjuk meg. Tekintettel arra, hogy az A mátrix második sorát akarjuk megváltoztatni, az egységmátrix második sorát módosítjuk. Mivel az első sort vonjuk ki a második sorból. Az első oszlopát módosítjuk az egységmátrixnak. És mivel az első sor felét szeretnénk kivonni a második sorból, ezért ide egy mínusz egy kettedes értéket fogunk beírni. Mivel, hogy ugye a kettő mínusz a négynek a fele, az 2, tehát 2 mínusz 2, tehát itt a kettes helyére azt várjuk, hogy egy nullás értéket fogunk kapni. Ezt a mátrix szorzást, amelyben a baloldali tényező az elemi mátrix, a jobboldali tényező pedig a kiinduló A mátrixunk, az E1-szer A-val jelöljük, és itt pedig látjátok, hogy az Office Excel-t megkértem, hogy ezt a szorzást végezze el nekünk, ennek a szorzásnak az eredménye pedig az lett, hogy ehelyett a szürkével jelölt kettes helyett valóban egy nullás értéket kaptunk. Következő lépésben a zöld háttérrel rendelkező mátrix értéket kell nullára változtatnunk. Ehhez olyan elemi mátrixot hozunk létre, melynek a harmadik sorában és első oszlopában egy mínusz egynegyedes értéket helyezünk el, hiszen az eddigi eredmény mátrix harmadik sorát szeretnénk módosítani, és az első sor egynegyedét vonjuk ki a harmadik sorból, mivel hogy ugye az 1 mínusz a 4 per 4, az az 1, tehát az 1 mínusz 1, az valóban itt nullára kellene, hogy változzon. Ezt az elemi mátrixot a kettes indexsel látjuk el, tehát ez az elemi mátrix, az E2 lesz, és ugyanúgy felírtam ezt a mátrix szorzást, tehát az elemi mátrixot megszorozzuk jobbarról az előző eredmény mátrixsal, azaz az E1 szer A-val, és az eredményt pedig itt láthatjátok, valóban itt a harmadik sorban és első oszlopban egy nullás eredményt kaptunk, és ezzel az első oszloppal meg is vagyunk. Itt az első elem az négyes, alatta pedig csak nullák szerepelnek. Következő lépésben ismét a zöld háttérrel rendelkező mátrix értéket kell nullára változtatnunk. Ehhez olyan elemi mátrixot hozunk létre, melynek a harmadik sorában és második oszlopában egy mínusz egykettedes értéket helyezünk el, hiszen az eddigi eredmény mátrix harmadik sorát szeretnénk módosítani, és a második sor felét vonjuk ki a harmadik sorból. Tehát ugye a 7 ketted szorozva 1 ketteddel, az 7 negyed lesz, és a 7 negyed mínusz 7 negyed, azt várjuk, hogy ez az érték itt alul, ez nullára változzon. Ezt az elemi mátrixot egy 3-as indexsel látjuk el, tehát az E3-as elemi mátrixsal megszorozzuk az eddigi részeredmény mátrixot, itt is az Excel-lel végzem el ezt a szorzást, és valóban, miután ebből a harmadik sorból kivontuk a második sort, itt a harmadik sor második oszlopban egy nullás értéket kaptunk. És láthatjuk azt is, hogy ezzel elkészítettük a lépcsős alakot, tehát itt kaptunk egy szürkével jelzett lépcsőt, alatta pedig nullák szerepelnek. A most megkapott eredmény mátrixot felső háromszög mátrixnak, vagy angolul upper triangular matrixnek nevezzük, az angol névből adódóan U betűvel jelöljük, amely az upper, azaz a felső jelentésű angol szó első betűje. Felső háromszög mátrixnak nevezzük azért, mert a szürke háttérrel jelzett fő átló alatti elemek mindegyike nulla, nem nulla érték, csak a fő átló felett helyezkedik el. Írjuk fel akkor az eddigi szorzásokat képlet formájában, tehát az E3 szorozva E2 szorozva E1 szer A, mint kiinduló mátrix, az egyenlő U-val. Balról jobbra haladva vigyük át az elemi mátrixokat az egyenlet jobb oldalára úgy, hogy az U eredmény mátrixot balról szorozzuk meg. Az átvitelnél az elemi mátrixok inverzével kell szoroznunk az egyenlet jobb oldalán. Tehát először ugye átvisszük itt az E3-as elemi mátrixot, az inverzével szorozzuk meg balról az U mátrixunkat, majd átvisszük az E2-t, ugyancsak az inverzével szorzunk, majd átvisszük az E1-et, ugyancsak az inverzével szorzunk, tehát a végső Formula az úgy néz ki, hogy az A-mátrix az egyenlő az E1 a mínusz egyediken, szorozva az E2 a mínusz egyediken, és szorozva E3 a mínusz egyediken, illetve ugye az U-mátrixunk, amit ezekkel az inverse mátrixokkal balról szoroztunk meg. Az elemi mátrixok ismertek, így azok inverzei kiszámolhatóak. Így az egyenlet a következő képen alakul, ha csak az elemi mátrixokat helyettesítjük be. A felső háromszög mátrixot továbbra is U-val jelöljük. Én itt az Excel kértem meg arra, hogy a fentebb megadott E1 E2 és E3 elemi mátrixoknak az inverzét kiszámítja, tehát itt gyakorlatilag az elemi mátrixoknak az inverzeit látjátok kiszámolva. Végezzük el az inverz mátrixok összeszorzását. Először az Excel segítségével összeszoroztam ezt a kettő elemi mátrix inverzet, ez lett az eredménye, maradt ugye itt a harmadik mátrix, majd elvégeztem ezt a kettő mátrix szorzását is, és megkaptuk az eredményt, tehát az A az egyenlő 1 0 0 1 2 1 0 1 4 1 2 1 szorozva U-val. Az U-mátrix előtt álló tényezőt, tehát ezt a mátrixot alsó háromszög mátrixnak nevezzük, amelynek angol megfelelője a lower triangular matrix, innen a jelölése L lesz. Alsó háromszög mátrix azért, mert a szürkével jelölt főátló alatt vannak a nullától különböző értékek. A főátló felett csak nulla szerepel. Ráadásul ez egy olyan mátrix, amelynek a főátlójában egyesek szerepelnek, így ezt a mátrixot még pontosabban alsó egység háromszög mátrixnak nevezzük. Ezzel a lépéssel elérkeztünk az A mátrixunk LU felbontásához, amely a következő képen néz ki. Az A az egyenlő elszer U, és akkor itt a bal oldali tényező az az L-matrix, illetve a jobb oldali tényező pedig a fentebb kiszámolt U-matrix lesz. Az LU felbontás matematikai kifejezést a szakirodalomban még LU faktorizáció vagy LU dekompozíció néven találhatjátok. És ezzel el is érkeztünk a matematika tananyag végére. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!